A csodálatos kocsi. A tudós hatvani professzor egyszerű ruhában járt, szerényen élt, vagyon se szerzett. Csak a tudományt szerette, világi híjúságra soha se gondolt. Gúnyolottak is rajta a gazdag debreceni polgárok, de kivált a főbíró, aki azt tartotta, hogy ruha teszi az embert. No, nem csak a ruha, hanem a vagyon is, a főbíró úrnak háza, kertje volt Debrecenben, és három olyan paripája, hogy a csillagot is lerúgták az égboltról. Egyszer befogad a főbíró, és indul a fogatával sámsomba. Repül a három paripa a kocsival. Ahogy ott verik a port, meglátja a főbíró hatvani professzort, ott a Péter fia kapunál. Láthatólag ő is sámson felé igyekszik, de hát, mint a féle szegény tanár, ő bizony az apostolok szekerén gyalogszerrel utazott. Szól a főbíró a kocsisnak, az megállítja a lovakat, éppen ott a professzor mellett. Lekiált a főbíró nagy hangon. – No csak, professzor úr, kapjon fel a kocsis mellé, elvihetjük! Megharagszik erre a professzor. Még hogy ő a kocsis mellett üljön, a főbíró pedig hátul a kocsiban terpeszkedjék. – de már abból nem eszik, visszaszól nagy hegyesen a főbírónak. Köszönöm, főbíró úr, de nem ülhetek fel, mert sietek. Nagyot nevet a főbíró, aztán csak biztatja hat van itt, de ő bizony, akkor se fogadja el a hívást. Ismét azt mondta, hogy ő siet. Megharagszik erre a főbíró, és rákiált a kocsisra. Hajts hát, ferkó, hadd siesen ő kegyelme gyalog! hiszen sietett is hatvani, de nem gyalog. Alig tűnt el a főbíró kocsia, a professzor pálcájával egy kocsit írt a porba, és elébe négy lovat. Fogta magát, beült a kocsiba, a lovak meg a levegőbe emelkedtek, úgy repültek, mint a gondolat. A professzor jól ki is aludta magát, mire a főbíró megérkezett. Amikor a főbíró meglátta sámsomban a professzort, először elámult, aztán nagyon haragudott, de nem mutatta. Azután hazafelé is megkínálta hatvanit a kocsiával. Nem lehet főbíró úr, mert nagyon sietek, felelte hatvani. A főbíró sebesvágtatva hajtatott Debrecen felé, közben folyton vizsgálódott az úton, nem hagyja el a professzor. De sehol se látta hatvanit az úton. Néni, már a város határában járunk, itt a Péterfi kapu, hát uram, ne hagyj el! A kapuban ott támaszkodik hatvani professzor, éppen most gyújt pipára. Debreceni diák mond a nyomán. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Az Európai Unió támogatásával.